Fejlődő helyi vállalkozások, újabb munkahelyek és lehetőségek a bajaiaknak. Egészségház és modern sportpálya. Számos fejlesztés valósul meg az idén Nagybaracskán. Szomszédvári rangvadó 2-1 arányban nyert a Dusnok. Köszöntöm nézőinket! A Bajai Televízió március 19-ei keddesti híradója már is kezdődik. A korábbi alvó állapotához képest ma már zajlik az élet a benépesült ipari parkban, fogalmazott Nyirati Klára, Baja megyei jogúváros polgármestere az itt megvalósuló legújabb beruházás átadásán. Az előző években korszerűsödött az úthálózat, amely azt eredményezte, hogy kedvezővé vált a vállalkozók számára a Baja külterületén fekvő övezet. A fejlesztések folyamatosak, a közelmúltban pedig 3 új szolgáltatás is helyet kapott a területen. Már tavaly befejeződtek a munkálatok az ipari park legújabb vendéglátó egységében, amelyet március 14-én csütörtökön adtak át ünnepélyesen. Nyirati Klára, Baja polgármestere beszédében kiemelte, egy ideális városban a vállalkozók újabb beruházásokkal támogatják a település gazdasági életét, és folyamatosan jelen vannak a helyi rendezvények szponzorai között. Baja pedig ezért szerencsés, ugyanis folyamatos a növekedés az ipari területen. Az átadón az is elhangzott, a munkaerőpiac is megerősödött a park fejlődésével. Az első elhangzott, már képviselő úr említette, 18 új munkahelyet jelent ez a beruházás. Ezért is szeretnék köszönetet mondani. A másik szám az pedig 700 millió. A 700 millió az a szolidaritási hozzájárulás, amit az idén fizetünk a kormánynak. Ha valaki nem tudná, hogy ez micsoda, ez azt jelenti, adóerőképesség alapján számolják, a gazdagabb települések ezzel a hozzájárulással segítik azokat a településeket, ahol nem folyik olyan vállalkozói tevékenység, ami nagy bevételt jelentene. Zsigó Róbert, Baja és térsége országgyűlési képviselője azt mondta, a kormányzati támogatás az energiahatékonyság mellett a meglévő és az új munkahelyeket is biztosítja a vállalkozások számára. De nehéz időket élünk, korábban a koronavírus járvány, utána 2 évvel ezelőtt az elkezdődött szomszédunkban dúló háború miatt nehéz gazdasági körülmények vannak, és a kormány olyan döntéseket hozott, aminek az egyik célja az volt, hogy a vállalkozások egyrészt meg tudják tartani a munkahelyeket, másrészt pedig, hogyha tudnak, akkor új munkahelyeket is tudjanak teremteni, ezzel tudják átvészelni a nehéz időszakot. Barcsák Németi Mária ügyvezető azt mondta, a 2021-ben beadott pályázat a gazdaságfejlesztési és innovációs operatív program plusz támogatásból valósulhatott meg, azonban az elmúlt évek megpróbáltatásai nem könnyítették meg a beruházással járó terheket. Hát sok olyan tényező, amire senki nem számított, ez mind-mind megemelte az árakat, tehát hogy az építőanyag árakat, mestereknek az árait, így a 450 milliós beruházásból 650 milliós lett szűken számolva, de hát ez azért is, mert egy kicsit úgy elhúzódott minden, úgyhogy újra kellett, meg át is terveztük a projektet, ugye a kifőzdéből lett egy étterem, és ez azért elég rendesen megnövelte a költségeinket. Az 5 részlegből álló vállalat ma már 150 embert foglalkoztat. Céljuk pedig az, hogy az ipari fogyasztás mellett a lakosságot is teljes mértékben ki tudják szolgálni. Újabb szakasszal bővül a hazai autópályahálózat. A hamarosan megépülő M9-es autópálya a jelenlegi sugaras gyorsforgalmi úthálózatot köti majd össze. Az M9-et a vidék körútjaként is nevezik. A tervek alapján az országot nyugatról keleti irányba átszelve Debrecen, Békés Csaba, Szeged, Pécs, Kaposvár, Nagykanizsa, Zalaegerszeg, Körmend, Szombathely, Kőszeg városokat érinti majd. A gyűrű 2001 óta áll a tervezők asztalán, és eddig csak egy rövid, nagyjából 20 kilométeres szakasz készült el.
Az építkezés hamarosan folytatódhat, ugyanis kiírták a közbeszerzést az M9 gyorsforgalmi út újabb szakaszának tervezésére. Így megépülhet az 51-es főúthoz kapcsolódó bajai déli elkerülő és a hercegszántói országhatár közötti szakasza is, írja a magyarépítők.hu. Több pályázaton nyert forrást fejlesztésekre Nagybaracska, hamarosan elkezdődhet a kivitelezés is. A Magyar Falu programból 52 millió forintos támogatással egy egészségházat alakítanak ki. Topos forrásból pedig az önkormányzati épületek energetikai korszerűsítése valósulhat meg a 74 millió forintos nyertes pályázatnak köszönhetően. Az a kérdés, hogy ez a mozdulat, ez majd mennyiben fog fájni a bejövő számlán. Nagybaracska polgármestere a hivatal épületében mutatta meg, milyen sokat lehet majd takarékoskodni azzal az energetikai fejlesztéssel, amely többek közt ezt az épületet is érinti. A cél a közintézmények gazdaságosabb fenntartása, mondta a településvezető. Elnyertük ezt a 74,5 millió forint forrást, 5 közintézményünk újul meg energetikai szempontból. Ebből az 5 közintézményből 4 az napelemet kap, csak és kizárólag így felhasználva a megújuló energiaforrást. Nyilván nagy nyomatékkal van hangsúly most a gazdaságos üzemeltetésen az elmúlt időszakban. Ezt próbáljuk meglovagolni és megteremteni a feltételeket, hogy gazdaságosan, fenntarthatóan tudjuk ezen közintézményeket fenntartani. A program keretében napelem kerül az önkormányzati épület, az általános iskola, az óvoda és a művődési ház tetejére. Azt termeli majd az áramot. A leendő egészségházban pedig egy komplex energetikai felújítás valósul meg. Utóbbi beruházás a Magyar Falu program pályázatán elnyert 52 millió forintból jöhet létre. A vidékfejlesztési programra beadott pályázatuk is kedvező elbírálásban részesült, 72 millió forintot nyertek a helyi piac kialakítására. Más forrásokat is igyekeztünk kihasználni vidékfejlesztési pályázatból. Az önkormányzat épület újult meg energetikai szempontból. Tehát egy komplex fejlesztési stratégia mentén igyekszünk, hogy közintézményi infrastruktúránkat fejlesszük, gazdaságossá tegyük, fenntarthatóvá tegyük. Ezáltal maga az infrastruktúra is fejlődik, és az itt élőknek a komfort igénye. Április elején egy újabb támogatói szerződést írnak alá. A Top Plusz élhető települések című pályázatán 180 millió forintot nyertek el, amelyből egyebek mellett megújulhat a sportpálya, a közparkok, továbbá útépítést és buszöblök kialakítását is terveznek. A településen jelenleg 2200-an élnek, az általános iskolába megközelítőleg 100-an, az óvodába pedig 65 gyerek jár. Számos érdeklődőt vonzott a Bács-Kiskunvár megyei rendőrfőkapitányság által szervezett rendőrségi nyílt nap március 18-án hétfőn a Petőfi-szigetre, ezzel egy időben pedig állománygyűlést is tartott a szerv Baján. A sziget egy részét bűn- és baleset megelőzéssel foglalkozó rendőrök foglalták el. Segítségükkel és közreműködésükkel a bátrabbak kipróbálhatták a biztonsági övszimulátort, de a látogatók megismerhették a nagyobb és kisebb kaliberű fegyvereket is. Délelőtt a motoros és kutyás rendőrök bemutatóját lehetett megtekinteni, valamint a szolgálati gépjárművek is nagy sikert arattak. Több mint 100 előadás után érkezett Bajára Alföldi Róbert és Starenki Pál főszereplésével a Diplomácia című lélektani krimi, amely a tavaszi bérlet sorozat nyitó darabja volt városunkban. A Diplomácia 1944. augusztusában Franciaországban játszódik, abban az időben, amikor Németország már minden fronton vesztésre áll. A főszereplő tábornoknak mindössze 2000 katonája van, ám ha elveszíti a francia várost, elveszíti a háborút is. Hitler parancsba adja neki, hogy aknázza alá és robbantsa fel egész Párizst. Mondja, mi értelme van elpusztítani több millió embert? A Rózsavölgyi Szalon Diplomácia című produkcióját Starenki Pál rendezésében először 2018. októberében mutatták be. Az azóta már több mint 110 előadást megért darab egy svéd diplomata és a német tábornok feszült vitájára, az érvek és ellenérvek ütköztetésére épül, és azt a kérdést járja körül, hogy mit jelent helyesen és emberhez méltóan dönteni az életben.
Starenki Pál stábunknak úgy nyilatkozott: a valós történelmi esemény fő karakterére, von Koltitz tábornokra még hatottak az észérvek. Ehhez pedig egy olyan diplomata kellett, mint Raoul Nurling, aki meggyőzte arról, hogy a háború nem old meg semmit. És a józanész határon belül le kell tudni ülni és tárgyalni. Azért is az a cím, hogy diplomácia. Tehát az elengedhetetlenül fontos, hogy szót értsünk egymással, megértsük magunkat, megértsük a másikat, még akkor is, ha valamilyen szinten különbözünk, más álláspontot képviselünk. De az emberi életekkel játszani, szórakozni, vacakolni, tilos, nem vagyunk istenek, nem tehetünk ilyeneket, hogy emberek milliói élete fölött döntünk, csak azért, mert az úri kényünkedünk, vagy a politika így diktálja. Ez borzalmas, ez életveszélyes, ez nem jó. Tehát az árkok ásása helyett az árkok betemetésére lenne szükség mindenhol. Starenki Pál hozzátette, főként olvasmány élményeiből és fantáziájából merítkezett a karakter megformálása során, aminek lehetett, utána nézett, de történészekkel is beszélt. Mint mondta, közösen vitték színpadra az előadást Alföldi Róberttel, ugyanis egymás impulzusaira építkeztek a próba folyamat során. A svéd diplomatát alakító színészrendező a darabbal kapcsolatban elmondta, megfelelő kommunikációval és egymás tiszteletére építve még két olyan ember is közös döntésre tudott jutni, akik számos tekintetben különböztek egymástól. Tehát ha ez a kis előadás vagy darab arról tud szólni az embereknek, vagy azon elgondolkoznak, hogy bármilyen körülmények között, hogyha a másikat tiszteled és nem tekinted alárendeltnek, kevesebbnek, ilyenebbnek, olyanabbnak, hanem megpróbálsz normálisan beszélni, érdekes módon ott mindig lehet jutni valamilyen közös nevezőre, amitől a világ talán jobbá válik, vagy legalább nem lesz rosszabb. A Bajai Városi Színház tavaszi bérlet sorozata következő alkalommal a Pletyka Fészek című komédiával várja majd a bajai közönséget, április 2-án kedden, 19 órai kezdettel. Sajtófotók kapnak helyet az Eötvös József Főiskola kortárs galériájának következő kiállításában. Kelemen Áron neve sokaknak lehet ismerős Baján, hiszen a városi média munkatársa több mint 10 éve dokumentálja a helyi történéseket, vagy éppen kiküldetésben örökíti meg a bajaiak számára is érdekes eseményeket. A tárlatot Enkovács Zita, a Bajai Tűr István Múzeum igazgatója nyitja meg csütörtökön. Ezen a héten március 21-én csütörtökön 5 órakor az EIF Kortárs galériájában nyílik a Kontextus nélkül című fotókiállításom. Ez egy fotóválogatás az elmúlt pár évből. Marcin Püstökén esett meg körülbelül egy fél éve, hogy szeretne egy kiállítást csinálni. Én egy rövid gondolkodás után igen, mondtam rá. Valószínűleg elsősorban mennyiségi alapon keresett meg, nem pedig minőségi alapon, mivel mindenhol ott vagyok, ahol hívnak is, ahova mehetek. Először csak színpadi fotókat szerettem volna válogatni a kiállításba, hogy ne legyen probléma a GDPR-ral. Aztán kicsit egyhangúnak éreztem, és próbáltam beválogatni a szívemnek kedves fotókat. Így lett a 650 leválogatva, és ezt próbáltam szűkíteni. Majd a kedves látogatók megmondják, hogy sikerült-e. Már a második tavaszi fordulót rendezték az elmúlt hétvégén a Vármegyei Labdarúgó-bajnokság másodosztályában. Stábunk szombaton az Érsek Csanádi sporttelepre látogatott ki, ahol a hazai csapat vendégeként a listavezető Dusnok együttese lépett pályára. A találkozót végül a vendégek nyerték 2-1 arányban. A tavaszi szezont nagyarányú győzelemmel kezdte a Dusnok hazai pályán. Az Érsek Csanád pedig idegenben x-elt, így a hétvégi mérkőzés célja mindkét csapat számára a tavaszi veretlenség megőrzése volt. A nézők kiegyenlített játékot láthattak az első félidőben, amely egy gyors gólváltásnak köszönhetően 1-1-es eredménnyel zárult. A második játék részben mindkét csapat sokat tett a győzelemért. A 85. percben egy vendégbeadást követően Szász Zoltán talált Csibi Benyámin kapujába, ezzel megszerezve a győztes gólt. A Dusnok KSE a győzelemmel megőrizte a bajnokságban a vezető pozícióját. Inkább azt mondom, szerencsénk volt egy picit, egy X-es meccset sikerült megnyernünk, úgy gondolom.
igazi szezonai meccs volt szerintem nekik is, nekünk is. Egy kicsit csúszott itt a pálya és a labda is, meg a fiúk is egy kicsit kapkodtak, de úgy velem egy teljesen egyforma erőkbe álló két csapatot láttunk ma. A hazai csapat gól királya, az ősszel 10 találatig jutó Szabados Leonárd ezúttal a pálya széléről segítette a csapatot, és értékelte a látottakat a mérkőzést követően. Tulajdonképpen szerintem a rutin győzhetett, mert nálunk a legidősebb játékos 28 éves, tele vagyunk fiatalokkal. Itt pont olyan dolgokon múlott a meccs, hogy el is dönthette egy a játékosok közötti korkülönbség. Viszont voltak helyzeteink, a kapusunk nagyon jó védett, nagyon ügyes volt, de mindenkit ki tudnék emelni, mert az első ellen játszottunk, és egy nagyon jó teljesítő első ellen játszottunk, úgyhogy én meg voltam elégedve mindenkivel, mert nagyon ügyesek voltak és kirakták 100%-ot a pályára. Az érsek csanádiak a tabella 6. pozíciójáról, míg a dusnokiak az első helyről várják a folytatást. A Dusnok KS-e a következő fordulóban szabadnapos lesz. Az érsek csanádi KS-e pedig Vaskútra látogat, ahol a szombaton 15 órakor kezdődő találkozón láthatják őket az érdeklődők. Főbb híreink jönnek még egyszer, röviden. Fejlődő helyi vállalkozások, újabb munkahelyek és lehetőségek a bajaiaknak. Egészségház és modern sportpálya, számos fejlesztés valósul meg az idén Nagybaracskán. Szomszédvári rangadó, 2-1 arányban nyert a Dusnok. A Bajai Televízió híradóját látták. Friss összeállítással legközelebb holnap este 6 órakor is én várom Önöket. Addig is köszönöm figyelmüket. Szép estét kívánok. Viszontlátásra. Szerdán a sok napsütés mellett a keleti harmadban gomoly felhőképződésre, máshol fátyol felhőnövekedésre számíthatunk. Csapadék nem valószínű. Ma estére mérséklődik a légmozgás. A legalacsonyabb éjszakai hőmérséklet általában 0 és mínusz 5 fok között alakul, de a fagyzugokban alacsonyabb értéket is mérhetünk. A legmagasabb nappali hőmérséklet szerdán 11 és 16 fok között valószínű.